karcolatként jelet hagyni. In memoriam. Portréfilm Radványi György építészről. Olyan tudás birtokában volt, amire kíváncsiak voltak. Ő benne az volt a nagyon izgalmas, hogy nagyon nyitott volt. Egy olyan induló szikrát adott mindenkinek, hogy abból az a valaki tudott indulni. Ez a lecke mindenkire hatott, rám még annyira. Egy nagyon fontos dologról szólt. Arról szólt, hogy a feladatot azt meg lehet osztani. A felelősség. Radvány György a frankofon, a francia nyelvű építészoktatásnak a indítója és művelője és az egésznek a levezénylője, egyszemélyes mindenese. Ezt a hangulatot nagyon könnyű kézzel, mindenféle salangoktól mentesen tudta megvalósítani. Sosem gondoltam így rá, hogy ez franciás lenne, de valóban így van. Valóban így van, és hogyha ez igaz, akkor ez viszont a Gyurinak a keze nyoma. A jó baráta az odaadó tanárember, aki minden vonatkozásban ott volt a másik ember mellett. És itt nem csak segítségadásról van szó, hanem egy olyan vele született eleganciáról, amelyik az emberek gondolkodását, cselekedeteit igyekezett megelőzni, és így módon alkalmazkodni vagy segíteni. Ő maga nagyon lelkes volt. Az az öröme meg lelkesedése, ami a szakma iránt volt benne, az nagyon könnyen átragadt az emberre, és amiket ő már összegyűjtött, azokat így egy csokorba át tudta adni, amit tovább lehet bontogatni. Ő ezt nagyon jó szívvel meg önzetlenül tudta csinálni. Ez a folytonosság, ez egyébként alap hozzáállásbeli alapja volt, hogy a folytatás és a folytathatóság sose legyen lezárva. És amikor feltette ezt a kérdést, hogy ezt hogy lehet folytatni, akkor ott megálltunk, hogy ezt nem lehet folytatni. Akkor csináljuk úgy, hogy mindig lehessen folytatni. Abba egyetértettünk Gárdonyi után az Egri csillagból, hogy a falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében. De ez külsőleg úgy jelenik meg, ez az épületrész, mint egy vár. Tehát azt találta mondani, tulajdonképpen egy bástya. Tehát a magyar nyelv bástyája, hiszen az erőnk, a legfőbb erőnk a nyelvünkben van. A munkájának a két fontos sarokköve az értékmentés és az értékfeltárás volt. Ezek nagyjából egyforma hangsúllyal jelentkeztek nála. Szívén viselte a város régi arculatát, értékeit. Főépítészként nyilván hivatása is lett ennek a védelme és a különböző hatósági jogszabályok betartásával és betartatásával próbálta elérni azt, hogy a város minél többet megőrizzen abból a sajátos karakterből, ami nagyjából a századfordulón kialakulva jellemezte ezt a települést. Mindig a lényegből kiindulva bontotta a részleteket. És ez az összefüggése, hogy a fának az ágai, meg a levele és az erezet, az egy és ugyanaz. Sosem veszíti el a lényeget. És ebben ő nagyon jó volt, és számomra meghatározó, hogy azt a lényeget még az utolsó részletig is őrizte. Sokkal jobban élhetővé tette ezt az általam úgy nagyon skanzenesen megélt épületeket, és egy ilyen nagyon mindennapi váltette az az érzésem, ahol jó lenni. Ez több lett, mint egy erdélyi csűr, úgyhogy ezek nagyon izgalmas dolgaink voltak ilyen szempontból, hogy hozzá tudtam én is tenni, és előttem bontotta ki azokat az álmaimat. Fontos, hogy műveinket teljes értékén vállaljuk. És nem téveszthetjük szem elől, hogy mindez a jó Isten dicsőségére szolgál. Így csupán egyetlen cél vezérelhet bennünket. Karcolatként jelet hagyni magunk után a Földön.